A nevem Peter Parker, a többit pedig úgy is tudjátok. Megmentettem a várost, jött a szerelem, aztán újra megmentettem a várost, aztán újra, meg újra. Kiadtam képregényt, műzlit, karácsonyi zenét, és egy kicsit bénanyalókát. De most nem rólam van szó. Már nem. Pókember egyszer egy nap körberepkedi a várost a kis maszkjában, és azt csinál, amit akar. Szeretlek, Miles. Oké, tudom, apa. Halljam, hogy apa, én is téged. Ne, ez most komoly! Hallani akarom. Nézd már körül! Apa, szeretlek. Apa, szeretlek. Rendben vettem. A nevem Miles Morales. Én vagyok az egyetlen és igazi pókember. Legalábbis azt hittem. A részecske gyorsító, imádni fogod. Dimenzió meglátása. Olyan vagy, mint én. Te az lehetetlen. Decemberben. Figyelj, kölyök, mondom. Ez a krumpli a te univerzumod. Szottyat, ronda, fúj. És ez a finom, ropogós krumpli az én univerzumom. Szóval pókember szeretnél lenni. Megtanítasz? Hát persze. Na, hálóhinta! Jó! Sikerült! Dupla koppintása, kienged és twip, megismétled. Oké. Okay. Twip. És kienged. Twip. Profi vagy, twip. Hello, fiú. Te ki vagy? Gwen Stacy. Én egy másik dimenzióból jöttem. Hányan vagyunk még pókok? Halihó. Hello! Hát azért ez már elég meredek. És képzeld, mi jöhet még? Oké, és vissza kell térnünk az univerzumainkba. Brooklynból nem maradt semmi, és Brooklynban él a családom. Miles, mi a baj? Ez a város nem a tiéd. Az enyém. Ha nem semmisítem meg a részecske gyorsítót, nem lesz hova hazamennünk. Figyelj, te más vagy, mint a többiek. Gyerünk! És épp ettől vagy pókember. Biztos úr, szeretlek. Várj, mi? Pókember, irány a pókverzum. Arra! Nem, vissza! Ebben az univerzumban beszélnek az állatok, nehogy frászt kapjon tőlem. Decembertől a mozikban.